Francis Ford Coppola, a filmművészet élő legendája pénteken este Lyonban átvette a 18. Lumière díjat. Az amerikai rendező, forgatókönyvíró és producer olyan alkotásokat tudhat magáénak, mint a Keresztapa trilógia, az Apokalipszis most, a Rablóhal, a Dracula vagy az Esőcsináló. Mindig is úgy éreztem, hogy a legnagyobb elismerés, ha egy fiatal lát valamit, amin én dolgoztam, és elhatározza, hogy novellát ír, vagy filmet készít, mert ezáltal én válok halhatatlanná, mondja a Keresztapa atya. Halhatatlanná válok önökön keresztül, ahogy önök is halhatatlanná válnak mások által, akik látták az önök munkáit. Francis Ford Coppola Lumière díja olyan elismerések mellé kerülhet a legendás rendező gyűjteményébe, mint összesen 5 Oscar, 3 Golden Globe, 2 Aranypálma és 1 BAFTA díj.